A Bregyó közben vakációzó gyerekek számára igazán tartalmasan telik a szünidő, hiszen számos különleges élménnyel gazdagodhatnak. Az önkormányzat napközis táborában résztvevő gyerekeket most a Magyar Örökség díjas Nyisztor Ilona és 14 tanítványa is meglátogatta, akik csángó népdalokkal és néptánccal készültek a fehérvári kisdiákoknak. 14-en érkeztünk Pusztinából, a székesfehérvári zenetáborosok, zeneiskolásokkal vagyunk táborba, és ők is tanulnak tőlünk énekeket, táncokat, münkes tőlük, és nagyon jól érezzük magunkat. Száras Marika a moldvai Pusztináról érkezett vendégségbe Székesfehérvárra. Egy hetet tölt az önkormányzat velencei táborában, és nagyon jól érzi itt magát. Nagyon jól érzem magamat. Mi az, ami tetszik? Hát... énekelés, foglalkozás. Énekével pedig most a Bregyó közben nyaraló több mint 200 gyermeket is elvarázsolta. Amikor ez az a kislány énekelt, az nagyon jó volt. Mikrofon állj! Utolsó kérdésem. Egyébként is, a hagyományőrzés mellett a környezettudatosság is a középpontba került. Itt mindenre, ahol mi körülöttünk van, figyelnünk kell, és ez a gazda szemlélet. A napközis tábor az elkövetkező hetekben is színes programkínálattal várja a fehérvári kisdiákokat. Pótjelentkezésre van lehetőség a tábor kezdete előtt 72 órával.